Supernem együttes már 15 éve zúzza a rock'n'rollt és a női szíveket a magyar zenei világban. Most viszont az Egy nap egy évre koncentrálnak, ez ugyanis legújabb albumuk címe. Mit adott nekik a show business? Mekkora lokálpatrióta, kecskeméti születésű Pulius Tibi? Miért kell hajnalban Papszabi? Sikerült-e felnőniük az elmúlt 15 évben? És mi változott a kezdetek óta? Legutóbbi Tekás koncertjükön beszélgettünk a fiúkkal. Új lemez, új dal, új dobos, új élet. Hol is kezdjük? Igen, meg most éppen turné van, úgyhogy kezdem az elején. Kecskeméten vagyunk a Tekába, és ez a turnénknak hanyadik állomása lehet. Tibi, te vagy a lexikális a zenekarban? Igen. Szóval most tartunk a turné felén nagyjából. De olyan, mint a már végén tartanánk. Mint a már évek óta csinálnánk. Mikor kezdtetek? Hát egy 15 évvel ezelőtt. Úgyhogy most a Fatal Error zenekarra vagyunk itt, és az új dalunknak a címe, ennek az egész turnénak is a neve, Egy nap egy év. A dal most látott napvilágot, így tegnap előtt, vagy két-három nappal volt, így ezelőtt volt a dal premier. És már azóta forgat rá egy videóklip is, és ezzel a lendülettel borsózzuk a nyarat. Közben készülnek nyilván a többi track, amit majd így csepegtetve, ha el tudjuk játszani, akkor így koncerteken is fogja hallani a nagy érdemű, és hát a Dávid Bro a balomon, zenekarunk új tagja. Tehát olyan szintű frissülés van és átalakulás, hogy le a kalappal, és nagyon jót is tesz, mert ilyen óriási lendülettel megyünk próbálni az olyan retkes próbatermünkbe, hogy ti még olyat nem láttatok. Sziasztok, én vagyok a Dávid. Hogy valami szépet rólunk? Csak szépet tudok mondani róla. Hogy érzed magad, Dávid, a fiúk között? Kiválóan, parádésan, ahogy a srácok szokták mondani. Tényleg, nagyon jó. Nagyon igen, jó. Tényleg, mert azt mondtad, hogy éhes vagy, és egyből hogy sorolták, hogy ki hova menjen enni. Enni valóért, honnan szerezünk neked. Igen, azonnal a megoldások. Mindig éhes vagy. És tényleg egyébként. Jó a logisztika. Tényleg jó, nagyon jól érzem magam, szuper, szuper minden, és nem is volt nagyon... Igazából nem is nagyon volt ilyen átállás, vagy ilyen beilleszkedés, ismerjük már egymást, régóta zenéltünk együtt. Igen, ezt akartunk kérdezni, hogy keveredtél a zenekarba? Úgyhogy a Szabi fölhívta a telefonján az én számomat, és elhívott tudom. Igen, valami. A szülés ja, igen, már egyébként már együtt remitáskedtek. Van ennek most valami tudatos háttere, hogy minden új? Tehát, hogy új album, új dal? Igazából a Dávid úgy lett új, már őt a zenekarban, hogy a Mosi Kimivel az előző dobosunkkal, aki alapító tagja is a zenekarnak, igazából egy ilyen évek óta tartó ilyen nézeteltérés, vagy nem is tudom, egy ilyen vívódásnak tett pontot a végére tulajdonképpen. És akkor én kétségbe esve a leges ember, a Dávid bro, Dávid, azonnal csinálj valamit, úr, és te gyere, mert ezek koncertünkben is fél stúdióba kell menni, és az Ibi azt mondta, hogy ezért... És a Dávid meg mondta, hogy nem csak kisegíteni szeretne minket, hanem belép a zenekarba. Na most annyit kell tudni a Dávidról, hogy Budapesten mindenki vele akar zenekart alapítani. Nem csak azért, mert egy jó zenész, hanem mert zenél a dobon, és egy nagyon jó ember, és 10 éves, szerintem van már 10 éves barátságunk. Úgyhogy igent mondott, úgyhogy ez tényleg az olyan sírvafakadás, és azon a stúdióba is mentünk, ahol például az Egy nap egy év című dalnak így neki is ugrottunk. Hogy miért van ennyi új, időszerű már lemezt produkálnunk, nem csak a nagy érdemű miatt, hanem saját magunk miatt is, és így az évek alatt így összejött annyi dal, amivel már érdemes foglalkozni. Rengeteg van kukában, rengeteg van fiókban,
És akkor ennyi. De ez még annyira, nem az, hogy gyerekcipőben, csak még annyira nincs, már látjuk a fény végét, és vagy az alagút végén a fényt, de igazából októberre tervezzük ennek az egésznek a végét. Tehát közben egy szezon, úgyhogy nyáron nem lehet dolgozni, érted, a Sepultura is éjjel vette fel a lemezeit Brazíliában, mert olyan meleg volt. Na most nálunk is kb. Olyan meleg volt, csak nincs annyi piramis. Ennyi. Nálunk csak egy piramis van. Máshogy mondom, tudja, hódom te, földön én a hódom, mondd, ahogy akarod, érzd, ahogy akarod, úgy, ahogy akarod. De miért? Az a neki csúbítás, az egész kicsit kétet, hogy tudom, neked egyszer is elég. Mert szóltad, ragam, mint a vész, lesz ez ugye fényemből? Fényel vettem gyerekkori gondok, és egy ilyen leállt, hogy mit is gondok. Kicsi vagy a szepokat, a szepokat látok, megfelkőzöm a nagy világot. Hadd legyek én is a tetején, hadd játszom én a hős tetején. 15 éve indultatok? Nagyjából? 2001-ben találtuk ki a zenekart, egy ilyen hirtelen felindulás végén. Szeretem őket. Én is, várjátok egy kicsit, én is. Na és akkor utána az történt, hogy 16 éve, beszélgessünk? 16 éve egyszer bebotkáztunk a Szabival nagyon, és akkor jött, volt egy számötlete, egy stúdió munka alkalmával, és aztán 2001-ben volt ez, 2002-ben pedig már meg is jelent a kétszer videóklip, és tulajdonképpen, és még azóta is be vagyunk podcastba. Minden egy szimpla szerdán kezdődött a parkban, amikor a spontán összejövetel szaga meg a bugi van a lábadban. Gyűltek a haverok, furcsa vibrálás a fejben. Ma is ünnep lesz, kár, hogy kocsival jöttem. Felnőttetek ebbe a 15 évben? Nem, csak megöregettünk. Jó, hát felnőni fakultatív, ezt szokták mondani, hogy az választható szabad. Látszik a fejlődés, tehát a Szabinak két gyereke van idestova, sőt, rendesen. Úgyhogy ahhoz képest, hogy régen ilyen építkezési konténerekben keltünk a Nyugati téren reggel 10-kor, ahhoz képest felnőttünk. Ha ezt nevezzük! De mi választottuk. Hogy néz ki nektek egy napotok? Nekem? Aha, mondjuk neked. Hogy néz ki egy napod? Átlagban 6 órakor kelek, 6-ig haszakad, úgyhogy szeretek is 6 órakor kelni, mert szeretem a gyerekeimet elvinteti együtt a feleségemmel viszik Bölcsi Ovi. Hello, városom, utcák, emberek, nappalok, éjszakák, hajnalok, és reggel úgy kelek fel, hogy tudom, hova tartozom. Kifli kávé, konyha, meg villany, na hello, szomszéd, a kutyát hogy van? Mi a helyzet, Kecskevén? Te milyen sűrűn jössz haza? Milyenek az emlékek? Én nagyon szeretek hazajárni, én igazi lokálpatrióta vagyok, én úgy érzem, csak a zenekari elfoglaltságok miatt ez néha ritkábban sikerül, de például ma a srácokkal végig sétáltunk a főtéren, végig a Rákóczi úton, beültünk cukrászdába, beültünk sörözni, elmeséltem minden bokorról, hogy milyen élmények kapcsolódnak hozzá, és milyen épületben mik történtek. Ja igen, és tulajdonképpen az első két lemezt még az Origo stúdióban itt vettük fel a Cserny Bogikával, akivel most újra dolgozunk, csak már ő Pestre költözött. Úgyhogy minden sarokhoz, minden házhoz, minden ami emlék köt, és nagyon aranyosan meghallgatták a kis anekdotáimat. Úgyhogy imádok hazajárni, és amikor tehetem, jövök is. Azért ugye általában egy évben egyszer sikerül ide jutni, már mint koncert szempontjából, tehát elhozzátok ide a szupernemet azért? Nagyjából évente játszunk, szerintem elég egyszer játszani egy évben egy városban, mondjuk kivéve Budapestet, de ott sem szoktuk magunkat hülyére játszani, mert jó egy kicsit éhesen hagyni a közönséget, hogy vágyjanak ránk, úgyhogy, de sokkal többször hazalátogatok, tehát majd készüljenek már locsolkodni, mindig szoktunk a családra, úgyhogy húsvétkor fellelhető leszek itt-ott egy pántlikával. Azon kívül, hogy női szíveket törünk össze a ma estétől, mit vártok még? Nem törünk össze női szíveket. Soha nem elég. Női szív pörköltet esetleg benyomsz, akkor az jó.
Reméljük, hogy mindenki jól fog szórakozni, nem akarunk összetörni szíveket. Csak egy kicsit. Igazán köszönjük, halott!